Kedves nézőim, most a Szent Györgyi Albert szakközépiskolával közösen készített Ünnepváró című sorozatunk negyedik részét láthatják. Kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket Ünnepváró sorozatunk utolsó műsorával. Elsőként hallgassanak meg egy stúdióbeszélgetést Dániel atyával. Köszöntöm a stúdióban Östör Dánielt, a Belvárosi Jézus Szíve Római Katolikus Templom káplányát. Jó estét kívánok! Jó estét! Karácsonyról beszélve általában azok a sztereotípiák jutnak eszünkbe, amik szoktak lenni, hogy szeretet ünnepe, család ünnepe, régebben ugye fenyő ünnep, de úgy érzem, hogy utóbbi időben itt a 21. században, mint a kiüresedett volna ebből a szempontból a karácsony, és sokkal inkább egy fogyasztói karácsony lett, hogy a reklámok is ezt súlykolják, hogy vásárolj, te szépé a karácsony, vásárolj. Most nem tudom, jól érzem-e, és lehet-e, vagy kell-e ezen változtatni? Mindenképpen kell. Az igaz, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, csak hogy az isteni szeretetnek az ünnepe. Mert hogy azt ünnepeljük, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. Tehát karácsony az azt jelenti, hogy Isten emberré lett. Ez egy olyan dimenzióváltás, amit korábban soha, tehát ember ki nem talált volna. Hogy az Isten, aki végtelen, aki természet fölötti, az belép a természetesbe, és egy véges létező lesz. És ezzel megszenteli az emberségünket. De hogy lehet ezt tudatosítani az emberbe? Tehát hogy lehet ezen a szemléletmódon változtatni, ami véleményem szerint kialakult? Ha már kell változtatni. Igen, tehát azt mondják, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, stb. Belesújkolják az emberbe azt, hogy mit kell, hogy érezzen karácsonykor, hogy mindenkit szeretni kell, mert mindennek olyan ideálisnak kell lenni, idillinek kell lennie, és nagyon sokszor ez nem jön össze. Tehát biztos, hogy mindannyian megtapasztaltuk már, hogy karácsony este nem sikerült olyan jól a vacsora, vagy feldőlt a karácsonyfa, vagy valami olyasmi, amit... Tehát nagyon készülünk az ünnepre, de nem mindig jön össze. Tehát olyan, mintha az ember csinálná az ünnepet. Szerintem karácsony sokkal inkább arról szól, hogy elfogadjuk azt, ami már alapból is a miénk, de még nem vettük észre. Mégpedig? A karácsony azt gondolom, hogy a teljességről szól. Tehát az ember áhít arra azután, hogy teljes legyen. Az embernek egy alapvető tapasztalata az, hogy elszakított. Elszakított valakitől, meg nem értett valaki az ember mindig is. És az Isten az, aki mindig megérti, mindig vele van, aki teljessé teszi. És karácsonykor ezt érezzük át, hogy az Isten egészen közel jön hozzánk, emberré lesz, szóba állhatunk vele. És megért minket, és kiteljesít minket. Szoktuk azt mondani, hogy szülessen meg benned is a kis Jézus, ez most az újabb szlogen, de sokszor leragadunk a vajúdásnál, olyan, mintha nekünk kéne megszülni az Istent, nekünk kéne megteremteni az Istent magunkba. Sokszor ez az alapállás, hogy nekünk kell tenni valamit. Karácsony sokkal inkább arról szól, hogy megtanulunk csendben lenni, és találkozni azzal, aki egészen közel jön hozzánk. Ahogy ön is említette, az elszakítottság érzése, úgy érzem, hogy egyre nagyobb az emberek, és főleg a fiatalok között, akik az összetartozást javarészt már az interneten élik meg. És ez egyfajta elszakítottság, úgy érzem. Tud-e az egyház kínálni a fiataloknak valamit, amivel összehozza őket, fizikailag összehozza őket? Hát ez egy nehéz kérdés, hogy hozzuk össze a fiatalokat. Először is meg kéne őket hallgatni. Tehát
hát az egyháznak, az egyházi embereknek, a papoknak, ugye meg kéne őket hallgatni, mert nagyon-nagyon sok minden van bennük. Nagyon sok dologra keresik a választ, őszinte kérdéseik vannak. És ezek az őszinte kérdések azért olyan kérdések, amik lehet, hogy nekünk evidensek, bennünk fel sem merülnek. És mégis, hogyha meghalljuk ezeket a kérdéseket, problémákat, akkor mi magunk is előrébb jutnánk. Ugyanakkor hát a fiataloknak utat kell mutatni afelé, aki igazán képes őket megérteni. És ez Isten. Van valami lehetőség, külön lehetőség, különös lehetőség karácsonykor erre? Tehát vegyük észre azt, ami a miénk. Tehát például vegyük észre, hogy emberek vesznek minket körül. És ezek az emberek sokkal mélyebb valakik, mint aminek kívülről látszódnak. Tehát fontos lenne beszélgetni egymással a családban, találkozni, beszélni önmagunkról, odafigyelni a másikra, jelen lenni benne, figyelni, hogy ő hogy reagál, miért tesz fel bizonyos kérdéseket, miért akar nekünk valamit mondani. Tehát jelen lenni a másik társaságába. És erre a karácsony kitűnő alkalom, azt gondolom, hogy jelen legyünk egymás életében. Igen, jobban jelen legyünk. Így van, és ennek teológiája is van. Mert ezekben a találkozásokban az Istennel való találkozást gyakoroljuk be, aki jelen van, csak éppen nem vesszük észre. Mi is sokszor jelen vagyunk egymás társaságában, de nem vesszük észre egymást. Ahogy az elején utaltam rá, itt a vásárlás felé tolódott el a karácsony. Van-e karácsony ajándék nélkül? Ugye ez végül is valahol talán a három királyok ajándékozásától indult a történet. El tudnánk képzelni azt, hogy ajándék nélkül is szép karácsony legyen? Az ajándékozás mindig a szeretetnek a kifejezése. Tehát magában a születésben is, Jézus Krisztus születésében is az ajándékot látjuk. Az ajándék az mindig ingyenes. És akkor jó az ajándék, hogyha önmagunkat adjuk vele. Önmagunkat jelképező dolgot vagyunk képesek ajándékozni. Jézus Krisztus egészen különleges módon teljesen önmagát ajándékozta nekünk. És az ajándékozás, hogyha elszakad ettől, hogy mi önmagunkat ajándékozzuk a másiknak, akkor kiüresedik. Tehát ezt kéne szorgalmazni. Nagyon jók ezek az adventi ajándékkészítő, kézműves dolgok, amiket szerveznek nagyon sok helyen. A gyerekek leülhetnek, és ilyen falevelekből, meg minden egyéb dolgokból maguk készítik el a karácsonyi ajándékot. Amikor készítek valamit valakinek, akkor folyamatosan rá gondolok. És ilyen módon önmagamat ajándékozom oda neki. Kápolna, végül engedje meg egy személyes kérdést. Ön hol, kivel ünnepli a karácsonyt? Családban, vagy itt a plébánián? Hát itt a plébánián, hiszen a plébánián van szükség a papra karácsonykor a leginkább, aki valamilyen módon az Isten üzenetét közvetíti az emberek felé, és karácsonykor talán a legéhesebbek az emberek arra, hogy az Istennel találkozzanak. Úgyhogy ilyenkor sok munka van a plébánián, ugyanakkor ez ünneplés is marad. Tehát azzal a közösséggel ünnepeltem a karácsonyt, akinek egyfajta pásztora vagyok, akihez hozzá tartozom. Úgyhogy én a közösségemben ünneplem a karácsonyt. Kápán úr, akkor nagyon boldog, békés ünnepeket kívánunk önnek és az egész közösségnek, és köszönjük szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink! Most látogassunk el a konyhába és a cukrászműhelybe. Üdvözlöm a kedves nézőket! Hagyományosan sokan szeretnek karácsonykor halat készíteni, hát mi most készítünk egy nem éppen hagyományos ételt, amit nagyon egyszerűen elő lehet készíteni, és közben lehet az egyéb dolgokat mellette végezni. Ez egy halrakotta, sajtos almás halrakottas étel lesz római tálban. A római tál helyett lehet jénai edényt is használni, és természetesen azért ez a sajt elég drága, lehet helyette más jó ízű sajtot is vásárolni. Jó, szükségünk lesz hozzá halfilére,
hagymára, almára, mandulára, békönre, olajra, citromlére, vajra, és a fűszerkeverékhez só, bors, egy francia fűszerkeverék, de ezt is lehet másra helyettesíteni, gyömbér és reszelt citromhéj. Először összekeverjük a fűszerkeveréket, és ezzel bedörzsöljük a halat. Közben Viki megtisztítja az almát, felszeleteli, a hagymát szintén szeleteli. A felszeletett almát leöntöm citromlével, hogy ne barnuljon meg, és hozzá keverjük a maradék fűszerkeveréket. A rétegezésnél először kivajazzuk az előre báztatott edényt, és akkor abban a sorrendben békön, hal, hagyma, alma, sajt rétegezzük. A végén ráöntjük a fehérborunkat, betesszük a sütőbe, és 70 percig sütni fogjuk. A halat kivettük a sütőből, most még van egy kis teendőnk, megszórjuk egy kis sajttal a tetejét, a mandulát rászórjuk a tetejére, csipkedünk rá egy kis vajat, és visszatesszük 20 percre a sütőbe. Jó étvágyat kívánunk ehhez a finom halételhez! Kedves nézőink, a halételhez szeretnék ajánlani egy balatonszőlősi sárdonét.
Jó estét kívánok! A mai alkalommal karácsonyi fánkot fogunk készíteni. Hozzávalók: liszt, sütőpor, só, kefir és tojás, étolaj pedig a sütéshez. Összekeverjük a hozzávalókat, a liszthez hozzáöntjük a sütőport, egy kicsit elkeverjük, utána hozzáöntjük a sót, a kefirt, és a végén hozzárakjuk a tojásokat. Ezután robotgéppel jól kikeverjük. Elkészült a masszánk, ezután forró bő olajba kisütjük, két kanál segítségével belekanalazzuk a fánkdarabkákat. Elkészült a fánkunk, jó étvágyat kívánunk! Az ünnep fontos kelléke a karácsonyfa. A magyar néphagyományban sem volt új jelenség a fa feldíszítése. Őseink tisztelték az égigérő fát, az életfát, mely a népmesékben is gyakran megjelent. Ünnepekkor feldíszítették, vagy díszítő elemként használták fel. Mivel a fenyő a fény jelképe, ezért ez a fa a legalkalmasabb arra, hogy az ünnep dísze legyen. Nem sokára karácsony lesz. Ezüst hó hult már a fákra, szélbolzolt a erdőszélen, lidergett egy fenyőfácska. Arra gondolt, ha jönnének, és kivágnak karácsonyra. Szép szobában, jó melegben, állhatna, mint karácsonyfa. Egy szép havas téli reggel, teljesült is régi álma. Kivágták, és ráfektették, őzek húzta csengős szára. Aztán szépen elővették, díszítgették napról napra, csillagszórót, szaloncukrot aggattak a kis galjakra. Került rá sok színes gyertya, aranydió, papírangyal, ő hívta be a kisfiút, csengő hangú kis haranggal. Lobogtak a színes gyertyák, csillagszórok gyúltak sorra, így lett a kis fenyőfából örömhozó karácsonyfa. A magyarok körében a karácsonyhoz sajátos szokások is kapcsolódnak. Az ős magyaroknál és még a középkorban is nagy hagyománya volt a solymászatnak. Szokás volt karácsony napján solymokat röptetni. A madár a fényt jelképezte és összekötötte a földet az éggel. Vannak még ma is élő népszokások, ilyen a betlehemezés. A betlehemesek járták a faluházait és köszöntötték a háznépét. Szereplői pásztorok és angyalok, akiket a falu gyermekei alakítottak. Főkellékük a saját készítésű betlehem volt. Bizonyos vidékeken elterjedt volt a betlehemes pásztortánc is. Kedves nézőink, nézzük, hogyan készíthetünk csuhéból betlehemet. Köszöntöm a kedves nézőket! Munkálatokhoz szükségünk lesz kukoricacsuhéra, rafiára. A kukoricacsuhét előre vízbe beáztatjuk, hogy könnyebben formázható legyen, száradás után viszont meg fogja őrizni a végleges alakját. Először nekilátunk a csuhé babánk alapjának az elkészítéséhez.
Kiválasztunk egy nagyjából szabályos csuhédarabot, amit három egyenlő részre elhasítunk. Ebből majd fonással fogjuk kialakítani a kezeket. Ruházatához válasszunk lehetőleg egészséges csuhédarabokat.
vágom a felesleges részeket. Száradás után már megtartják a végső formájukat a csuhé darabok, és utána eltávolítható lesz a rafia. Háttérnek bármilyen anyagot használhatunk, fakérget, nádat, bambuszt. És nincs más dolgunk, mint hogy belehelyezzük a figuráinkat, és jó munkát kívánok az elkészítéséhez. Deresen, havasan eljön a karácsony. Csoda fiú szarvas föláll az oltáron. Szép agancsa gyúlva gyullad. Gyertya 13. Gyertya 13. A regősök énekének mitikus alakja a csoda szarvas. Az énekek refrénje a táltosok varázsigéjét őrzi. Ahogy a regősök egészséget, bőséget, szerencsét kívánnak a háznépének, úgy kívánok most én is önöknek boldog, békés karácsonyi ünnepeket a Szent Györgyi Albert szakközépiskola tanulói és dolgozói, valamint a TV Ajka munkatársai nevében. További szép estét kívánok, boldog karácsonyt! Kis fenyő